A jelenleg 1800 főt számláló Szederkény komoly múltra tekinthet vissza. A baranyai település első írásos emlékei 1272-ből származnak, így idén komoly jubileumhoz érkezett a falu. A 750 éves évfordulóra színes programsorozattal készültek a helyiek. Nemzeti ünnepünkön, a rendezvény főnapján már reggel elkezdődtek a programok. Igazából a mai nap az egy tájház avatással kezdődött, majd egy ünnepi szentmise volt kenyérszenteléssel. Utána jöttünk át ide a Petőfi utca végére a rétre. Itt egy falusi sütő-főzőverseny volt, ennek a zsűrizése megtörtént, és most kezdődött el itt a háttérben a Parasztolimpia, ami egy nagyon jó mókás történet. Látható, hogy nagyon sok néző és versenyző részvételével történik a verseny. Az első szederkényi Parasztolimpián 5 fős csapatok vettek részt. A versenyzőknek játékos, vicces, de embert próbáló vetélkedőkben kellett helytállniuk. Ez egy új kezdeményezés, mint a neve is mutatja. Sok helyen csinálnak ilyet így a környéken, és nagyon régóta terveztük ezt, és sikerült segítséget kaptunk úgy a somogyhársadjaktól, mind Szerbiából a bácskatopolyai barátainktól, és ők nagyon sok tanácsot adtak, ebből állítottuk össze a feladatsorokat, és nagyon-nagyon örülünk, hogy már elsőre ennyi érdeklődő van, úgyhogy reméljük, nagyon jó kis vicces buli lesz ez. Régen a munkából sportot is űztek az emberek. Ki bír többet kaszálni, ki bírja el a zsákot. A Parasztolimpia ötlete ezt a hagyományt viszi tovább. A feladatokat nem tudjuk, a csapat meg a szerekény öreg fiúk, hol alakult. Egy-két feladatot hallottunk, gumicsizmahajítás, báladobálás, valami asszonycipelés, talicskába, ilyesmi. Az első szederkényi Parasztolimpiát az öreg fiúk labdarúgó csapatából alakult gárda nyerte.